A Batwoman éléről távozott Ruby Rose ügye nagy vihart kavart a hetekben, és ugyan látványos összeveszésről ez esetben nem szól a fáma, úgy gondoltuk, ideje összegyűjteni azokat a színészeket, akiket személyes botrányaik miatt raktak ki a sorozataikból. A 2018 tavaszán egymást érték a botrányok a televíziós sorozatok világában. Előbb a halálos fegyver egyik főszereplője, Clayne Crawford került lapátra, amiért botrányosan viselkedett a forgatáson, ám egy másik sorozat, a Roseanne körüli felhajtás az Egyesült Államokban még nagyobb port kavart. A sorozat alkotója és főszereplője, Roseanne Barr rasszista megnyilvánulását óriási botrány követte, melynek vége az lett, hogy a több mint két évtized után leporolt sorozat korábban megrendelt második évad a zárójelbe került, a színésznő pedig kegyvesztett lett Hollywoodban. Mindez azonban csupán a jéghegy csúcsa. Az elmúlt években rengeteg példát láthattunk arra, hogy valakitől botrányos magatartása miatt vált meg egy csatorna. Az alábbiakban 12 ilyen esetet gyűjtöttünk össze, a két pasi meg egy kicsi sztárjának kirohanásaitól kezdve, egészen a Kevin Spacey zaklatási ügyeibe kis hián belebukó kártyavárig. Az ABC sorozatának sztárja már korábban is tett botrányos kijelentéseket, de úgy tűnik ez nem volt eléggé intőjel a csatorna számára, hiszen 1997 után folytatást készített a Roseanne című népszerű szériához. Az előbb említett Twitter bejegyzés azonban már túl soknak bizonyult, bár a muszlim testvériség és a majmok bolygója közös gyerekének nevezte az iráni születésű Valerie Jarrettet, aki Obama főtanácsadója volt. A csatorna elnöke közleményében úgy fogalmazott, hogy bár szavai félelmetesek, visszataszítóak és egyáltalán nem felelnek meg a cég értékrendjének, a sorozat pedig ennek megfelelően azonnal megkapta a kaszát. Jeremy Clarksonnak is sok volt már a rovásán, mire a BBC 2015 márciusában lapátra tette, akkor éppen egy producer ellen alkalmazott verbális és fizikai erőszakot. A kirúgást végül a csatorna bánhatta inkább, hiszen amíg a Top Gear új évada Matt LeBlanc és Chris Evans brit televíziós műsorvezető közreműködésével kudarcnak bizonyult, addig Clarkson és korábbi kollégái az Amazon karjai közé menekültek, a The Grand Tour című új műsoruk pedig sokkal nagyobb sikernek bizonyult. Ahogy a bevezetőben jeleztük, a Martin Riggs-et játszó Clayne Crawford szintén botrányosan viselkedett a halálos fegyver forgatása során, feszült hangulatot teremtett, rendszeresen ordított kollégáival, aminek meg is lett az eredménye. A kollégáját alakító Damon Wayans a kirúgás után elő is állt egy meredek sztorival, melynek lényege, hogy Crawford hozzáállása miatt ő került komoly veszélybe, és meg is sérült egy jelenet felvétele során. A harmadik évadban az amerikai pite világából ismerő Sean William Scott ugrott be Crawford helyére, igaz, nem Martin Riggs szerepében, de a sorozatnak már mindegy volt, három évad után elkaszálták. Shannen Doherty két népszerű szériából is távozni kényszerült, előbb a Beverly Hills 90214. évadából vágták ki, amiért a rendszeres bulik miatt mindig elkésett a forgatásról, és kollégáival sem ápolt túl jó viszonyt, majd a bűbájos boszorkákból is lapátra tették, mert finoman szólva nem jött ki valami jól kollégájával, Elissa Milánóval. Thomas Gibson balhéiról és dükkitöréseiről már korábban is szó esett a hírekben, de a CBS akkor elégelte meg a gyilkos elmékben szereplő színész körüli felhajtást, amikor az lekevert egyet az egyik producernek. A csatorna azonnal felbontotta a szerződését, karakterét pedig 11 évad után feltűnés nélkül kiírták a sorozatból. 2017 márciusában négyen is feljelentést tettek Danny Masterson ellen, mondván a színész évekkel korábban megerőszakolta őket, és bár a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, a Netflix csak a hashtag MeToo körüli felhajtás után decemberben döntött úgy, hogy megválik a színésztől, akit ki is írtak a The Ranch első évadából. Charlie Sheen is hosszú éveken át okozott fejtörést aktuális munkáltatóinak, míg nem a televíziós ipar legjobban fizetett sztárjából egy csapásra száműzött lett. A két pasi meg egy kicsi forgatása előbb azért állt le, mert Sheen elvonóra ment, később pedig azért maradt félbe, mert nyilvánosan sértegette a széria alkotóját, Chuck Lord. A csatorna megelégelte a sorozatos botrányokat, és kiírta Charlie bácsi karakterét a sorozatból, akit aztán négy évadon keresztül Ashton Kutcherrel helyettesítettek. Columbus Short a Találó című botrány harmadik évada után került lapátra családon belüli erőszakkal és gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyei miatt. Karakterét feltűnés nélkül megölték az alkotók, Short pedig később maga is úgy nyilatkozott, hogy kirúgásával az ABC azt tette, amit tennie kellett. A zaklatási botrányok által elsöpört egyik legnagyobb név Kevin Spacey volt, akiről Anthony Rapp osztott meg felkavaró történeteket. A Netflix nem is időzött sokáig, és kirúgta Spacey-t a Kártyavár című sorozatból. Sokáig úgy tűnt, hogy a sorozat sem folytatódhat, végül aztán egy rövidített, befejező évaddal még visszatért, de már Frank Underwood nélkül. Jeffrey Tambort is a hashtag MeToo hatására napvilágot látott történetek és vádak söpörték el. A Transparent című sorozatból 2018 februárjában rúgták ki, a széria utolsó, ötödik évada már nélküle készült el.
A pletykák szerint Isaiah Washington egyik kollégáját, T.R. Knight-ot illette homofób kifejezésekkel, de az igazi hibát akkor követte el, amikor a 2017-es Golden Globe során, miközben tagadta a vádakat, kimondta azt a bizonyos szót. Az ABC számára ez már túl sok volt, úgyhogy felbontották Washington szerződését a Grace klinikában, aki aztán 2014-ben egy epizód erejéig mégis visszatérhetett a sorozatba. Robert Downey Jr. mindössze egyetlen tévésorozatban működött közre karrierje során, de onnan is sikerült kirúgatnia magát. A drogos ügyei miatt börtönbüntetésre ítélt színész frissen szabadulva vállalta el az Ally McBeal címszereplőjét alakító Calista Flockhart kollégáját és szerelmét. A simlis karakter egy Golden Globe díjat és egy Emmy jelölést is hozott a színésznek, ám mikor 2000-ben ismét elmeszelték kábítószer birtoklásért, hogy aztán gyorsan be is jelentkezzen a rehabra, a sorozatot gyártó Fox azonnal szerződést is bontott vele, és úgy tűnt, hogy Downey karrierjének ezennel tényleg vége. Az alábbi esetek közül ti melyik kirúgott színészt és sorozatot sajnáljátok a leginkább? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!